Sűsápon járt a tejkamion. A tejútja rocsó célja, hogy a gyermekek körében népszerűsítse a hazai tej és tejtermékek fogyasztását. Márton napi borszentelés. Tápió Szent Mártonban a falu névadójának, Szent Mártonnak tiszteletére ünnepi szentmise, körmenet és borszentelés volt. Jegykendőtől a nagykendőig kiállítás megnyitó. Tápió Szecsőn a Családi Néprajzi Múzeumban december 1-ig látható a kendő kiállítás. 7. Tök mindegy futás Úriban. Idén már 7-szerre indult útjára a futás és túrázás Úriban. Tápió menti gyermekdalok CD bemutató. Pest megye fiataljai énekelték lemezre a legsikeresebb Tápió menti gyermekdalokat. A lemez bemutatónak Sűsáp adott otthont. Dr. Papp Károlyra emlékeztek. Dr. Papp Károly születésének évfordulóján Történetek egy könyvtárban címmel Tápióságon a település díszpolgárjára emlékeztek.